Szürke zóna. Köszöntjük a kedves hallgatókat! Ez itt a Szürke zóna Podcast. A mikrofonnál rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! A mai napon a magról fogunk beszélni. Nagyon gyorsan leszeretném lesz keverni az esetlegesen felmerülő miszticizmushoz kötődő, Feltételezéseiteket ugyanis e, a sem a démon világhoz, sem a magokhoz nem lesz közel ennek az epizódnak, mert a démon mag az a Manhattan Projekthez kötődik, ami ugye az 1940-es években az Egyesült Államokban egy olyan sztori volt, amelynek a végén feltalálták a. és meg is alkották és be is vetették az atombombát. Viszont ez a démon mag ez egy ilyen meghatározó incidens képvisel, két nevezetesen két meghatározó incidens de ahhoz, hogy eljussunk ide, fogunk beszélni hát magáról a Manhattan projektről, magáról a, a, atombomba feltalálásáról, és azért lesz ez a dolog izgalmas, mert marhára nem vagyunk fizikusok, és nem értünk ehhez, és nagyon várjuk a troll kommenteket a fizikusoktól. Addig is viszont megkérdeznélek, Daniel, hogy mit gondolsz a mai epizódunk témájáról? Hát nagyon érdekes volt így nézegetni ezzel a, az egész Menetten projekttel, meg, meg ezzel a Démon-maggal kapcsolatban, hogy annó. Tehát, oké, okay, most már így utólagosan, ugye könnyen beszél az ember, de hogy akkor így, így hogy kezelték ezt az egész szituációt, meg milyen kísérleteket hajtottak végre, milyen körülmények között. Így azt gondolom az ember, hogy hogy. Most már azért úgy valamennyire tisztában vagyunk azzal, hogy ennek a tudtak a közelébe mész, és gyakorlatilag napokon belül meghalhatsz, hogyha nem figyelsz oda megfelelően, és nem, nem követsz rendesen ilyen biztonsági előírásokat, és ott tényleg az emberek, hogy milyen eszközökkel piszkálták az ilyen urán, urán izotópokat, meg nem tudom miket, tehát hogy egyszerűen lenyűgöző, hogy, hogy mennyire úgy tűnik, hogy ezek a nagy tudósok, mint hogyha tökre felelőtlenül kezelték volna, és, és hát igen, hát sajnos, hogy mi lett a végeredménye ennek az egész kísérletezésnek, azt, azt eléggé lehet tudni, hogy ugye a Manhattan projektek mi volt a célja, és hát elég elszomorító, hogy hogy nem is először, hanem sokadik alkalommal a, a, tudomány, a tudósok, azok próbálnak valamit feltalálni, elérni, megtalálni, és, és hát annak az lesz a vége, hogy valami, valami olyan eszközt hozunk létre, vagy, vagy vagy olyan folyamatot sikerül kitalálnunk, aminek ö, rengeteg halottja lesz a végén, és, ö, és hát igen, gyakorlatilag ez, a, ez az egyik legmeghatározóbb ilyen ö, projekt volt szerintem, még talán a mai napig, ami hát ugye meg annyi több tíz, több százezer ember halálát okozta, és, ö, és ki tudja, hogy még mennyit okozhatott volna, hogyha ne adj Isten, még, még tovább feszítik egy picit a húrt, de hát igen, sajnos talán a modern kor egyik legbrutálisabb eszköze lett ennek a kísérletezésnek a végeredménye. A démon magot a sokan a történelem egyik legveszélyesebb tárgyának tartják. Ez egy 9 cm átmérőjű, 6 kilós plutónium-gallium ötvözetből álló nikkelborítású golyó volt, ami Kutatások tárgyává vált. A kutatás többek közt arra irányult, hogy hogyan lehet kritikus állapotba hozni ezt a töltetet, és hogy hogyan lehet onnan visszahozni, mielőtt a láncreakció megállíthatatlanul elindulna. Ugye a láncreakció alatt a által megidított és önmagát fenntartó láncreakcióról beszélünk. Uh -huh. Ennek a gömbnek, vagy hát ennek a magnak végül is két áldozata volt az egyik Henry Deglien, a másik pedig Louis lotin volt. Az ő kettőjük szerepét egy karakterbe összpontosították az erről a egész Manhattan projektről szóló 1990-ben készült amerikai filmben. Ez a Fatman és Little Boy címet viseli, amit ajánlunk, mert szerintem egész jó sikerült. Ezzel a címmel egyébként nem robbantott bankot, legalábbis a nyitó hétvégén nem teljesített jól, úgyhogy nagyon gyorsan átnevezték Shadow Makers-re, ami egy kicsit így jobban hangzik, de az előbbi lett végül a címe, nézzétek meg, egész jó. De egyébként Youtube-on is van, van, egy konkrét jelenet, ami ugye a démon mag, és ezen áldozatok előtt tisztelek, hogy úgy mondjam, ezt elhelyezzük a show de menjünk is vissza a történelembe. 1938-ban születik meg a felfedezés a Földön természetes formájában jelenlévő uránnal összefüggésben, meg a, mely a legnehezebb atom, tehát amely a legtöbb nukleont tartalmazza, és amely rendkívül idézesen törékeny. A felfedezés az volt, hogy ha akár csak hozzáérsz egyetlen neutronnal, az urán akár csak egy vízcsepp kettétörik, vagy két felé oszlik. Ezt a folyamatot maghasadásnak hívják, ez angolul a fission kifejezés, és ez az a folyamat, ami atomi léptékben hatalmas energiát képes felszabadítani, milliárdszor akkorát, mint amit egy sima kémiai reakciótól kaphatunk. A maghasadás emellett néhány neutront is felszabadít, tehát az elmélet szerint egyetlen neutron felhasználásával nem csak nagy mennyiségű energiát kapsz, de további neutronokat is, amik így újabb maghasadást tudnak előidézni. Ebből egy láncreakció kerekedik, ami exponenciálisan növeli az energia létrejöttét. Az uránnak is ugye két fajtája van, a 238-as és a 235-ös. Az előbbi, azaz az a 238-as esetén szinte semmi nem történik a láncreakció tekintetében, ö, hova tovább megállítja ezt a reakciót. Viszont ez gyakrabban fordul elő, a legtöbb alkalommal a neutronok erre tudnának hatást gyakorolni, csak épp nem, mert nem tudnak. A másik változat, a 235-ös pedig, hát az, ami nagyobb szerepet játszik a maghasadás és végül a nukleáris tudományok tekintetében, ugyanis, hogyha ezt idézesen megütöd, akkor valami mindenképpen történik, viszont ez ritkábban fordul elő. Ezt az egészet először Németországban kísérletezték ki, három tudós részvételével, akik nyilvánosan írtak róla, mert hát hiszen a kutatói tudományos munka így néz ki, hogy publikálnak a felfedezésekről, és mivel tudták, hogy az elérni kívánt célhoz, ami egy atomreaktor lett volna, legalább egy tonna kellene a 235-ösből, úgy tervezték, hogy majd a háború után erre rá lehetne feküdni, mint egy energiaforrásnak a megalkotása. Az első személyek viszont, akik feltették a kérdést, hogy mennyi urán kell ahhoz, hogy robbanást idézzünk elő, az két német zsidó emigráns volt, Rudolf Pierce és Otto Robert Frisch voltak. Érdekesség, hogyha a náci Németország nem a zsidók antagonizálására fűzi fel a propagandát, akkor számos lángelme nem hagyja el az országot, és így nem másnak találják fel a mindent elsőprő szuperfegyvert. Ez a kutatópáros, Friss és Pierce írtak egy memorandumot, amiben felvázolták a szuperbomba elméletét. Szerintük egy grapefruit méretű 235-ös uránból akkora robbanás lehet kihozni, ami megegyezik egy ezer tonnás konvencionális robbanószer hatásával, ráadásul radioaktív sugárzással is pusztít. Nem volt ekkor olyan szerkezet, ami ellen tudott volna állni egy ekkora robbanásnak. És hát rögtön azt gondolták, hogy Németországban már zajlik a kutatás, hogy feltalálják a szuperbombát. Valóban zajlott a kutatás, tehát egyetlen védekezésük volt, hogy előbb kell feltalálni, és ez a projekt, ez még Nagy-Britanniában az úgynevezett Tube Alloys név alatt futott. Ekkor forrott ki a MED nevű stratégia is, ez a Mutual Assured Destruction, ez a közmegegyezésen alapuló teljes bizonyító, vagy bizonyosságú pusztítás, nagyjából így tudnám fordítani. Ez az a biztonságpolitikai stratégia, ami megfogalmazta, hogy a nukleáris fegyvereket azért nem javasolt használni, mert az az összes szemben álló fél teljes megsemmisülését vonná maga után. A következő állomásunk egy magyar faszihoz köthető, ez Szilárd Leo, aki hát többek közt a a atombomba egyik felmenője, nem akarom teleredétől elorozni a hidro hidrogénbomba atya jelző, de hát Szilárd Leó volt az, aki gyakorlatilag megfogalmazta azt, hogy, hogy nem szabad Németországnak előbb kifejlesztenie ezt, és felkérte Einstein-t, akivel jóba volt, hogy írjanak levelet Rooseveltnek. Roosevelt viszont egyébként, hát jóval később, illetve megkapta időben a levelet, de jóval később tudott csak vele foglalkozni, mert időközben lezajlott, hát megindult a második világháború, csak akkor ezt még nem tudták. Ugye Németország megtámadta Lengyelországot, és ezzel megszegte a, a neki szabott feltételeket, és Franciaország és Nagy-Britannia kénytelen volt hadat üzenni neki. Ez ugye 39. szeptember 1 történt, és emiatt nagyjából augusztusban kapta meg Roosevelt a, a, a levelet, és csak október be, ö, foglalkozott vele, amikor is felállította ezt a bizottságot, ami ha nem is közvetlenül, de különböző bizottságokon keresztül menve végül is megindította az atombomba kifejlesztésére irányuló kutatást. Érdekesség, hogy Pearl Harbor előtt már javában folytak a kutatások, ahogy egyébként az üzemanyag felhalmozás is zajlott, ami árnyalja azt a prekoncepciót, hogy az usa meglepte a japán támadás. Az USA-t egyáltalán nem lepte meg a japán támadás. Akit érdekel ez az időszak, annak javasoljuk a The Genius Behind the Bomb című dokumentumfilmet, 1992-ből, fel van a Youtube-on, ne helyezzük a show -nozban. Ez nagyon érdekes, mert ugye erről az időszakról szól, és hát gyakorlatilag az atombomba kifejlesztését megelőző időszakról, és rengeteg magyar szólal meg benne, ugye ekkor még élt Teller Ede is, és ő is többször megszólalt, a, az, a, tehát ennek a tartalomnak a java része a szilárd Leóról szól, és nagyon érdekes, amikor bemutatják, hogy gyakorlatilag magyar-amerikai szakemberek reagálnak egymás eredményeire, meg ugye ilyen kis visszájkodásaik is voltak, és gyakorlatilag minden szavuk arról árulkodik, hogy ők határozták meg a történelem irányát. És ez valami olyan érzést vált ki az emberből, eleve nézni ezeket a hatalmas, sugárzó elméket, ezeket a rendkívül okos embereket, hogy hogy viseltetnek egymással, meg úgy a világgal, már önmagában egy megindító dolog, de ha még rájössz, hogy magyarok, akik gyakorlatilag tömegpusztító fegyvereket találtak föl, nyilván nem ez volt a fő cél, mint ahogy itt fel is vázoltuk, hogy nem az volt, hogy nem az volt a cél, hogy hogy, 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 hogy legyen atombombánk, hanem hogy nekünk előbb legyen, mint az ellenfélnek. Ez azért érdemes figyelembe venni. Igen, hát mondjuk ez a sugárzó szó, ez eléggé találó volt. De hát igen, hogy ezt én is már, már régebben is hallottam, hogy jaj, hát sosem az volt a cél, hogy egy ilyen bombát feltaláljunk, de azért biztos, hogy az is benne volt, és nem csak az, hogy előbb vagy, vagy utóbb, meg hogy ki mikor, de hogy tényleg ez az egész szituáció, hogy, hogy mennyire versenyezhettek egymás ellen, hogy tényleg azt hitték, hogy a németek is előrébb járnak, és hát csak gondoljunk bele abba a világba, hogy hogy egy ilyen megalomán Hitler is rendelkezik atombombákkal, hogy van jobb, jobb, lett volna, vagy rosszabb, hogy lehet, hogy ő csak ijeszget, de nem veti be. ezt nyilván sose fogjuk megtudni, de hogy, hogy mennyire bele voltak kényszerítve abba a helyzetbe, hogy gyorsan, minél hamarabb. És hát gondolom egyébként ezért is voltak ezek a kísérletek olyanok, amilyenek, meg olyan körülmények között, mert hogy, vagy nem tudom, egyszerűen lehet, hogy tényleg csak ott tartottak majdnem száz évvel ezelőtt, hogy, 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 jók ezek a körülmények, így, így megcsináljuk, és akkor prezentáljuk az atombombát a végén. Hát nem tudom, de hát ezt nyilván ők, ők tudták akkor, hogy talán mi megfelelő, meg nem megfelelő, de hát nem tudom, mondom, úgy utólag belegondolva ez az egész szituáció az szörnyű, hogy egy ilyen turva, sugárzó atombombát hoztak létre ezek a tudósok. Tehát ugye az Egyesült Államokban zöld utat adnak a Manhattan projektnek, ami lényegében a atombomba kifejlesztésére irányuló projekt volt. Leslie R. Groves nagy volt ennek az egész projektnek a fele, feje, legalábbis katonai oldalról. Az első választás egyébként sokkal elővigyázatosabb személyiségre esett, de a parasnokságnak egy sokkal dinamikusabb vezető kellett. Ez a Grooves altábor nagy, ez bérnökember volt, csatateret nem igazán látott, de rendkívül eltökélt volt és hajthatatlan. Egy bizonyos ponton már egymillió embert vezényelt. Egyébként Paul Newman játsza a, a Fatman és Little Boy-ban. Egy Niels Bohr nevű dán fizikus mondta, hogy egy atombombát csak akkor lehet megalkotni, ha az usa egy óriási gyárra sikerül alakítani. Nos, hát a Manhattan projekt ezt meg is tette, majdnem a teljes amerikai autóipar költségvetésével volt egyenértékű a befektetés. Ennek a történetét egyébként a The Moment in Time, The Manhattan Project, Project című dokumentumfilm meséli el, itt is több magyar tudós szólaltatnak meg, elejezzük a sónozban. Ennek a projektnek több telephelye is volt. Az egyik legnevesebb és legtöbbször idézett telephelye az Los Alamos, Új-Mexikó. Itt a tudományos kutató laboratórium volt felépítve, ami egy átvett Ranch Schoolban ban lett létrehozva, ami egy ilyen speciális iskola, iskola kategória, ez a Ranch School. De ugye, hát egy ilyen elszeparált, viszonylag lakatlan környéken Új-Mexikóban hozzá is kell képzelni az ennek megfelelő vidéket, és hát ez adott is volt, mert ugye teljes titokba kellett tartani mindent, tehát el kellett izolálni a világtól az egész projektet, és erről is fogunk beszélni mindjárt, hogy mennyire szigorú volt a, a titoktartás, meg ugye mennyire keményen vették ezt az izoláltságot. A másik két telephely az, az egyik Oak Ridge-be volt Tennessee-ben, itt állították elő az urániumot, lényegében a 235-ös urániumnak az elkülönítése zajlott itt, vagy a kivonása, kivonatolása. A másik, illetve hát a harmadik telephely pedig Hanfordban volt, ez kelet Washingtonban volt, a reaktorok és nagyobb létesítmények megalkotása zajlott itt. Évtizedes múltú nagyvállalatok segítettek ebben a projektben, így például a Union Carbide, a Tennessee Eastman, a DuPont Company, a DuPont az ugye egy vállalkozó család, akinek az ősatja részt vett a Louisiana Purchase lebonyolításában, amikor is az Egyesült Államok megvette Napoleontól a Louisianát, és ugye Franciaországnak az amerikai gyarmatait illetőleg a Dupont familiának az egyik, ami egy eléggé ilyen beltenyésztett család az Egyesült Államok történetében, az egyik tagja arról szól a Fox Catcher című film, amikor is ugye nem emlékszem már, hogy hívták, mi volt a keresztneve, de ilyen gyermektelen, egy picit elmerodjant lemenője ennek a familiának, Ő gyakorlatilag ráteszi a kezét idézőesen a, a birkózó sportágra, hogy úgy mondjam, az Egyesült Államokban, és így hát nem akarom lelőni a poént, no pun intended, de, de tragédiában végződik. Ugye egyetemeket vontak be, így például a Berkeley Egyetemet, a Kolumbiai Egyetemet, a Berkeley-ről jött egyébként az Oppenheimer, aki, aki ennek a projektnek a tudományos irányának a vezetője volt, tehát ugye ebben a projektben volt volt katonai ö, létszám, vagy hát katonai személyzet, illetőleg civil személyzet, a civilek voltak többen, mert hát a civilek voltak a tudósok, és őket volt hivatott ellátni a katonaság. És ebből is adódott már egy kis ellentét, hogy ezek között azért nem volt akkor az átjárhatóság, a civileknek egy kicsit ö, idegen volt ez, hogy, hogy, ennyire, ennyire kötött minden, meg hát természetesen például, hogy más nem mondjak, a, a, a tudósok ö, gyakorlatilag ilyen, ilyen olyan kitűzött kellett, hogy használnak, amin egy kombináció van, egy betű és egy szám. És már ez is egy kicsit úgy dehumanizálta őket, egy katona az nem csinál ebből ügyet, de egy egy civil ezen a, teljesen alkalmas arra, hogy fel tudjon akadni. Egyébként a Manhattan projekt működése alatt családok alapultak, gyermekek születtek a támaszponton. A projekt első évében például 80 gyermek született, 1945-re már több mint 300 gyerek élt a táborban. Ez a népesség növekedés egyébként aggasztó volt, Groves altábornya nagy is kifejezte aggodalmát Oppenheimer felé, hogy hát ez így nem lesz jó, hogyha így növekszik a, a, létszám, mert hogy nem, nem ekkora létszámra rendezkedett be ez a tábor. Úgy említettem, hogy nagyon szigorúan ellenőrizték a civileket, lehallgatták a beszélgetéseiket, cenzúrázták a leveleiket, kitűzőt kaptak, ezt ugye mondtam, nem, be, nem, beszéltek senkinek arról, amit csinálnak, és ezt ugye ellenőrizték is, például, hogyha kijelentek a táborba, és találkoztak valakivel, elutaztak találkozóra, visszajöve mi kikérdeztek tőlem mindent, hogy hol volt, kivel találkozott, mennyi ideig, mit mondott el neki. Eleve tilos volt azt mondaniuk, hogy ők fizikusok, holott azok voltak, azt kellett mondani, hogy mérnökök, tehát ennyire komolyan nem derülhetett ki semmi arról, hogy mi zajlik a Manhattan projekt keretein belül. Tehát mondhatjuk, hogy Niels Bor jóslata megvalósult, az országos hálózat létrejött abból a célból, hogy sikeres legyen a Manhattan projekt. A 235-ös típusú urán elkülönítésére ma már centrifugákat használnak, akkor ez viszont nem volt adott. Urángázt használtak, amit egy membránon préseltek át, így próbáltak minél több 235-öshöz jutni. Gyakorlatilag az a 235-ös könnyebb volt, így gyorsabban is hatolt át a membránon. A túloldalon, tehát a membrán túloldalán pedig relatíve több volt emiatt a 235-ös. Ebből lett a finomított uránium később, amit megint végigvittek ezen a folyamaton, és így még jobban finomították. Akkor így nézett ki az urán finomítása. Természetesen a plutónium is szerepet játszott, ez viszont egy szintetikus elem, természetes közegben csak nagyon ritkán fordul elő. A 238-as uránból állítható elő kémiai úton, tehát a 238-as is szerepet játszott ebben a folyamatban, nem volt teljesen haszontalan. A plutóniummal egyébként nehéz dolgozni, nagyon radioaktív, mérgező és spontán maghasadás jellemző rá, tehát ez ösztökélte a nukleáris tudományák későbbi átalakulását, ami egyébként is gyerekcipőben járt, mert ugye a nukleáris kutatásnak semmilyen múltja nem volt, tekintettel arra, hogy 38-as felfedezésekről beszélünk, és a 40-es éveket éljük. És hát ugye zajlik a projekt, ö, hogy más ne idézzek a filmből John Cusack-nek az alakját, aki azt mondta, megpróbáljuk megcsapolni az univerzumot irányító energiát. Több probléma is volt, ami, amivel szembesülnie kellett ez ennek a tudós közösségnek, annak érdekében, hogy feltállják az atombombát, ez például az elődetonáció. Ugyanis ennek a súlynak nehéznek kellett lennie, hogy elérje a kívánt hatást, tehát a bombának végső soron, de így már kb. daruval kellett volna felrakni a repülőre. Időközben pedig megtudta a hírszerzés, hogy a németek a közelébe sem kerültek az atombomba megalkotásának. Groves viszont elhallgatta a tudósok elől ezt az információt, mert úgy gondolta, hogy a zsíroknak letörné a lelkesedését. Ugye, mert hogy ezek közül a tudósok közül rengetegen emigrált zsidó volt, és őket az motiválta, hogy nem szabad, hogy Hitler előbb, előbb fedezze fel idézőelsen, az atombombát, és hát ezt az információt elhallgatta előlük, amíg még tartott a világháború. Viszont ugye a németek egy bizonyos ponton kapituláltak, ezután pedig lelkiismereti válság jelentkezett a tudósok körében, de már nem volt visszaút. Ekkor két milliárd dollárt költöttek a projektre, tehát hiába jelentkezett az a dilemma, hogy szabad ezt megcsinálnunk, elvégre nyilván mindenki tudta, hogy mire vállalkozik, és mindenki számára evidens volt, hogy ezt, hogyha rászabadítjuk az emberiségre, az nagyon veszélyes lesz, de, de nem volt visszaút, túlmentek már az esemény horizonton. Aztán egyszer csak az egyik tudós, Seth Niedermayer, prezentálta az ötletét, amit lényegében implózió néven ismerünk, ez a belülről robbanás, ami lényegében egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy ilyen vázon belül, egy ilyen, egy ilyen shell, hogy mondják ezt, egy ilyen magon belül, uh -huh. hogyha robbanást idézünk elő, akkor az kifelé tör. De ők meg, megpróbálják megoldani, hogy bent maradjon. Ez megoldotta volna a súly problémát. Dr. Hans Béte szerint, ha jól tudom, akkor így kell mondani a nevét, ez az ötlet egyébként pont, hogy groves tól származik. De amikor ő ezt mondta, elvégre nem tudós, csak egy sima mérnök ember, aki katona, mint, akkor mindenki nevetett rajta, csak Niedermayer tovább gondolta, és ez lett végül a, a megoldás az atombombára. És akkor most jutunk el a démon Ez volt az az esemény, amit a Jelenlévő emberek, illetőleg az, ezt az ügyet feldolgozó alkotók úgy fogalmaznak meg, hogy ez volt az az alkalom, amikor csiklandozták a sárkány farkát. Ezt egyébként a legendes fizikus Richard Feynman ő, fogalmazta így meg, konkrétan a kísérletet, ahogy Joseph Kanean a Los Alamos című könyvében is így összegezte az incidenshez vezető folyamatokat. Ez a démonmag, amit ugye az epizód elején bemutattunk valamennyire, ez lett volna elvileg a harmadik bomba az összesen 12-ből, amit az USA Japára akart volna dobni, a terv szerint. Ennek a magnak a célja egyértelmű, viszont a filmben, amit előbb is sivatkoztunk egy picit másképpen néz ki. A film szerint az volt a cél, hogy meghatározzák a szerkezethez szükséges anyag ugye így kell hivatkozni az atombombára. Mm -hmm. Viszont ez a démonmang már régen megvolt, amikor, amikor már dobálták az atombombát Japánra, sőt, ugye már ugye teljesen evidens, hogy a Trinity Teszten is túl voltak, ami ugye az első alkalom volt, amikor atombombát teszteltek. Tehát lényegében már Nagasaki után kísérleteztek vele, eleve visszahozták a csendes óceánról, hogy, hogy tovább tudják folytatni a kísérletezést. Tehát a valóságban az volt a célja a démonmagnak, hogy meghatározzák, mennyi az a kritikus mennyiség, amitől egy ekkora hasadóanyag be tud robbanni. Azt akarták, hogy a maghasadásokán kibocsátott neutronok visszapattanjanak valamilyen felületen, és így serkentsék a láncreakciót. Tudták, hogy így robbanást nem tudnak elérni, de halálos dózisú sugárfertőzést igen, és hát sajnos pontosan ez is történt. Két év leforgása alatt két tudós életét követelte a démon mag. Az első áldozat Harry Deglien, egy 24 éves fizikus volt, az ő részvételével a kísérlet úgy zajlott, hogy az uránium és plutónium gömbök köré neutron reflektív anyagot húztak fel, ezek ilyen úgynevezett Wolfram karbid téglák voltak, ez ilyen kemény fém, és így próbálták meg kikísérletezni, hogy hány tégla kell, és milyen elhelyezkedésben ahhoz, hogy a hasadó anyag elérje a kritikus szintet. A kísérlet sikeres volt, megfelelő eredményt kaptak, úgyhogy pipa, azonban Deglien visszatért a laborba, még aznap este, mert rekonstruálni akarta a kísérletet. Elejezte a téglákat a megfelelő szögbe, a műszer pedig jelezte számára, hogy hát közel van a, a kritikus szinthez. Az utolsó tégla lehelyezésekor a műszer jelezte neki, hogy na itt meg kell állni, mert ha folytatja, akkor a mag el fog érni a kritikus szintet, és a sárkány felébred. Óvatosan elkezdte a téglákat levenni, de az egyiket véletlenül elejtette. Ez a daraba mag tetején landolt, ebben a pillanatban a műszer kipörgött, szuperkritikus állapotot jelezve. Deglien szerint kék fény izzott fel, ami ez hirtelen támadó hőség párosult. Azonnal reagált, jobb kezével megragadta a darabot és a földre lökte. Az egész nem volt több egy pillanatnál, de ez sajnos elég volt arra, hogy halálos dózisú sugárfertőzést kapjon. Ez volt az addigi legmagasabb fokú sugárfertőzés, amit a történelem során azonosítottak. Készült egy fotó is a kezéről, a tenyeréről levált egy bőrlebeny, ami úgy nézett ki, mintha csak valami hevenyészet spirgli papírt illesztettek volna oda, de sajnos nem. A sugárfertőzés sajnos ezt csinálja az embernek a testével, hogy így leállítja a sejtek működését, és szépen így lerohad rólad a, a bőr és hasonlók. 25 nappal később Deglien kómába esett, és mivel leálltak a szervei, meghalt. Az incidens alkalmával nem volt egyedül. Robert J. Hammerly is a közelben volt, bár ő 33 évvel később halt meg leukémiában, de azt is a sugárzásnak tudták be. Na hát gyakorlatilag erről beszélek, hogy ugye ilyen közel mennek ehhez az egész sugárzáshoz, és hogy, hogy gyakorlatilag nem is nagyon használtak védőfelszereléseket, és és ott ugye nyilván a, a filmjelenetekben, meg egyéb helyeken is azért így, így nem is tudom, én nem, nem, is tudtam elhinni, hogy, hogy tudósok. Oké, okay, hogy gyakorlatilag még csak most kísérleteznek először ilyesmivel, de hogy, hogy, egyszerűen hát látják a műszereket, hogy azért eléggé ki tudnak pörögni, és hogy eléggé brutális számokat, sugárzás mennyiséget lehet, lehet ott produkálni, és gyakorlatilag tényleg téglák választották el őt, meg ezt a magot, és így, így tehát egy karnyújtásnyira volt az egészhez, és puszta kezével nyúlt hozzá. Nem is tudom, nem, nem értem, hogy ezt hogy, hogy lehetett akkor így csinálni, hogy ennyire nem vették komolyan, vagy csak, vagy csak úgy gondolták, hogy hogy ők abszolút megteremtették a megfelelő körülményeket, de ne, nem tudom. Tehát itt tényleg pillanatok alatt gyakorlatilag akkorát tud ugrani ez az egész mérték, meg szám, meg sugárzás mennyiség, hogy így, így, nem, nem tudtam elhinni, amit láttam. Hát úgy néz ki, az elővigyázatosság az soha nem volt szexi, pláne a tudós társadalom tekintetében, tehát hogy aztán érthetjük is, hogy, hogy, az a felfogás, hogy, hogy kutassunk, hogy találjuk fel, hogy, hogy ismerjük meg, hogy érjük el, hogy az valahogy így nem, nem fér össze azzal, hogy jó-jó-jó, de végezzük el a megfelelő és szükséges óvintézkedéseket. Tehát, hogy ez valamiért annyira sose volt így, így pariban ez a két tényező. Igen, meg hát, hogyha elővigyázatosak vagyunk, és mindent 18-szor próbálunk megvizsgálni, akkor a németek még a végén hamarabb megcsinálják, mint mi. A, még úgy is, hogy kapitulált. A másik áldozat Louis Slotin volt. Ő végigülte kollégája agóniáját a halálos ágyán, de hét hónappal később ugyanarra a sorsra jutott rendkívül felelőtlenül állt hozzá a kísérlethez. 1946. május 21-én pedig újra vizsgálni akarták a kritikus szintet. Ezúttal nem Wolfram karbítéglákat használtak, hanem két belirium félgömböt, amelyek közé behelyezték a démon magot. Ezeket addig közelítették egymáshoz, ezt a két félgömböt, amíg el nem érték a kívánt hatást. Ugye a kívánt hatás az a kritikus szintnek a megállapítása volt. Ehhez csavarhúzókat használtak, nem pedig a hibamentes ékeket. Történetesen Slotin elhagyta a hibamentes ékeket, pedig ez megakadályozta volna azt, ami végül bekövetkezett nevezetesen, hogy a két félgömb összeilleszkedjen. Slotin gyakorlatilag a csavarhúzónak a végét úgy, hát úgy pörgette a csavarhúzót nagyon lassan, hogy a végén lévő ilyen lapos rész, hogy azzal, azzal fel le tudja emelni, meg, meg, meg engedni lefelé a, a felső, felül lévő félgömböt egyik kezével egyébként tartotta ezt a félgőböt, a másikban volt a csavarhúzó, és hát ebben a formában ezt a kísérletet bármennyire is felelőtlen volt, de Slotin sikerrel elvégezte számos alkalommal. A tragikus napon, ami egyébként a kísérletsorozat utolsó állomása lett volna, több kollégája is jelen volt, elvégre Deglien esetét leszámítva nem volt jellemző, hogy félre sikerül valami, de ezúttal hiba csúszott a gépezetbe. A csavarhúzó valamiért megcsúszott. A két félgömb összeért, ami azon nyomban a szuperkritikus állapot felé pörgette a láncreakciót. Hasonló behatásokról számoltak be, mint Deglien esetén, ugye a kék fény és a hőullám. Slotin nem teketóriázott, azonnal ö, oda nyúlt a félgömbhöz, és ö, a csavarhúzóval gyakorlatilag így, így szétszette, de tényleg nem volt az egész egy-két másodpercnél több, és gyakorlatilag megszüntette a szuperkritikus állapot ö, ö, kialakulását. Ekkor hét tudós azonnal elindult kifelé, gyakorlatilag kimenekültek, de Slotin letorkolta őket, hogy jöjjenek vissza, és mindenkinek odahajított egy-egy krétát, és azt mondta, hogy jelöljék be, hogy hol álltak az incidens pillanatában. Mert ugye így ki tudta számítani, hogy ki milyen mértékű sugárzást kapott. Ki is számította, és arra jutott, hogy nagyjából úgy mindenki rendben lesz, kivéve ő magát. Raymer Schreiber, aki jelen volt az incidens pillanatában, felidézte Slotin azon szavait, amit közvetlen az incidens követően mondott. Azt mondta, hát ennyi volt. Az az angolul, well, that does it. Kilenc nappal később halt meg, 35 évesen. Nagy eséllyel ő kapta a történelem legnagyobb sugárfertőzését. Nála a nagyobbat nem is nagyon mértek, még, még Hiroshima epicentrumában is csak a felét mérték annak, mint amit Slotin kapott. Hát igen, egy újabb eset, ahol, ahol csak tátott szájjal figyeltem az eseményeket. Mondjuk ez érdekes statisztika, hogy, hogy ő kapta a legnagyobb sugárzást, tehát nyilván most nekem is egyből akár Chernobyl jut eszembe, meg hát tényleg a bombák, de hogy ha ez tényleg így van, és hát miért, miért ne lenne így, akkor, akkor megint csak karnyújtásnyira vagy egy ilyen veszélyes dologtól, és ekkora mennyiségű sugárzást kapsz, és tényleg pillanatok, szerintem még másodpercek sem feltétlenül teltek el, de hogy tényleg pillanatok alatt vége van az életednek, és hát tényleg nagyon durva, akkor akkora mennyiségű sugárzást kapott, hogy tényleg kilenc nap alatt vége lett, és hát azért ez, ez elég egyedi, tehát még emlékszek, hogy a Csernobili eseteknél is azért volt, ahol tovább húzták, meg, meg tovább bírták, akár hetekig, hónapokig, de akkor ő, ő aztán tényleg talán nem is emlékszek, hogy hogy ezer rad, vagy nem tudom, mennyit mondtak valahol, talán említették a mennyiséget, hogy annyit sikerült ez alatt a rövid idő alatt magába szívnia. És ezt fel nem mérhetjük, hogy milyen kínne jár a sugárfertőzés. Tehát gondolom mindenkinél másképp hat. De ilyenkor gyakorlatilag az történik, nagyon leegyszerűsítve, hogy a molekuláid elektronjaira hat a sugárzás, ami leállítja a sejtműködést. Tehát a testedben különböző részekben a különböző sejtek egész egyszerűen elkezdenek nem működni. És a kisebb sugárzásnál mondjuk 30 év alatt lefolyhat ez a dolog, de aki ekkorát kap, hát én el nem bírom képzelni, hogy, hogy deformálódhat a teste. Ne. Tehát amit a Csernobil sorozatban is mondtak, hogy azok a tűzoltók, akik ott a, a grafit darabokkal szórakoztak, hogy azok, azok olyan mértékű sugárzást kaptak, hogy, hogy már nem szenvedtek természetesen, de hogy már a, a fájdalomcsillapító sem hatott rájuk, mert hogy az ereik is felmondják a szolgálatot, és gyakorlatilag kiszivárog az ereikből a fájdalomcsillapító, tehát nem bír megmaradni a véráramukba. Valami ilyesmire emlékszem, lehet, hogy ez csak így dramaturgizálva volt, nekem nem néztem még utána. De hát én abszolút kinézem a sugárfertőzésből, hogy erre képes. Hát igen, ugye azért a, a, a podcast során itt beszéltünk már, ugye a gáztámadásokról, meg, meg méregről, meg ilyesmi, és hát nem is tudom, hogy mennyire megkönnyebbül, is talán ezeknél el lehet mondani, hogy úgy van egy, egy konkrét lefolyás, és nyilván ezek sem fájdalommentesek, de de amiket én így az évek során olvasgattam a, a, az ilyen hatalmas sugárzásokról, amit akár ugye Csernobilban, vagy egy ilyen helyzetben is átélhetsz, tehát hogy itt ennek nincs konkrét lefolyása, tehát megvakulhatsz, leég a bőröd, a belső szerveit felmondják a szolgálatot, tehát teljesen random dolgok történhetnek veled, és, és, és ráadásul random idő alatt, tehát hogy lehet, hogy ha úgymond szerencsés vagy, akkor tényleg órák, napok alatt talán sikerül meghalnod, de van, hogy akár hetekig, hónapokig is szenvedhetsz, és, és nem javul a helyzeted, és gyakorlatilag folyamatosan, szépen lassan leépül az egész szervezeten. A filmben egyébként Slotint és Deglient ugye John Cusack alakított egy Merriman nevű karakter formájában. Ez ugye a két valós szemét képviseli, és rajta nagyjából úgy demonstrálták is azt, hogy mi történt. Konkrétan inkább a Slotinnak az esetét, esete érhető tette rajta, elhelyezzük a sónozba. És hát ugye ki kell térnünk a Trinity tesztre. Ez ugye az első alkalom, amikor tesztelték az atombombát, és hát gyakorlatilag innentől kezdve számítják az atomkort, hogy úgy mondjam, 1945. július 16-án történt, Giornada del muerto amikor is ö, eljutottak arra a pontra, hogy bár maguk sem nagyon tudták, hogy mi fog történni, de, de felrobbantják az atombombát, és ö, megnézik, hogy mit csinál a világgal. Maguk a résztvevők, vagy a hivatalos személyek sem nagyon voltak tisztában, egyébként sem hivatalosan, hogy 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 konkrétan mi fog történni, nem csak a tudósok, hanem például új Mexikó kormányzója csak annyit tudott, hogy, annyit tudott, hogy a katonaság csinálni készül valamit, de, de hogy az bombába lesz, ezt nem tudta. A fejlesztőknek egyébként volt egy elméletük a kísérlet egyik kimenetelét illetően, és ezért, azért, ezen azért érdemes elgondolkodni. Az volt a felfogás, hogy adott esetben ez a hatalmas robbanás ez be fogja gyújtani a bolygó atmoszféráját, és ha csak Új-Mexikó lég, közvetlen légköre felég, akkor jó jártak, de rosszabb esetben meg a bolygó teljes légkörét fedégeti. Nem tudták, hogy mire képes. Tehát, hogy nem, nem láttak még ilyet, nem vizsgáltak még ilyet, nem mértek még ilyet. Számításaik voltak, teszteredményeik voltak, és minden arra mutatott, hogyha ezeket a dolgokat megcsinálják ebben a sorrendben, és működőképes az elméletük, akkor be fog robbanni az az atombomba. De hát nagyon sokan gondolták azt, hogy nem lesz ebből semmi. Igen, egyébként talán pont ellerede volt az, aki megkérdezte azt, hogy és mi lesz a levegővel, mert hogy ennyire nem voltak felkészülve, hogy tényleg ugye, ahogy mondod, voltak számítások, voltak elképzelések, de hogy, hogy, az egyik videóban ugye le is vezetik, hogy, hogy miért volt ez az aggály, hogy adott esetben begyullad a hat a levegő, de mert egyébként hatalmas hőt generál ugye a robbanás, és tényleg felhevíti a levegőt hihetetlen hőmérsékletekig és hogy, hogy gyakorlatilag majdnem, egy utolsó pillanatban lett egyáltalán ez a kérdés feltéve, hogy és mi lesz a levegővel. És azért durva belegondolni abba, hogy tényleg mekkorákat tudnak robbanni ezek az atombombák, és azért ugye van több videó, is talán még fönn van a Youtube-on, ahol ezeket a, a, tenger fölötti, meg hasonló robbantásokat lehet látni, hogy azért, azért azt gondolná az ember, hogy egy ilyen robbanás előtt úgy, úgy felteszik a fontos kérdéseket, és, és tényleg amennyire csak lehet kiaknázzák a lehetőségeket, hogy mi történhet. És hát meglepő, hogy így is megcsinálták, tehát ennek a ténynek az ismeretében, hogy adott esetben felégeti a teljes légkört, még így is sor került a robbantásra, de hát vannak olyan folyamatok, amikre akár egy millió embernek sem lehet hatása. A Trinity egyébként, amelyet Oppenheimer nevezett el, és tényleg csak a hasajütésszerűen nevezte el, egy implóziós szerkezetű plutónium bomba volt. Egy szuperkritikus tömegű plutónium gömböt helyeztek el egy nagyobb, robbanószer tartalmazó üreges gömb középpontjában. A robbanószerekből álló burok felületén elhelyezett számos detonátor egy időben történő aktiválásával erőteljes, befelé irányuló robbanás keletkezett, ami a plutónium magot összenyomva annak sűrűségét megnövelte, ezáltal szuperkritikus állapotot következésképpen nukleáris robbantást eredményezett. A robbantás fénye, tanúk leírása szerint, ezer nap fényével egyezett meg. Az éjszakát egy pillanat alatt nappal változtatta. A hőség pedig, ami a robbanás felől áradta, tanúk szerint rekkenő volt. Érdekeség, hogy bár szinte minden ö, feldolgozás ö, úgy mutatja be ezt a dolgot, hát mert kénytelenek egyébként valami hatásvadász módon bemutatni ezt, hogy hogy a villanás egy, villanással egyidejileg jön a... A, 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 a löket, meg a hang. A valóság ezzel szemben ö, viszont az volt, hogy a villanás után majdnem 5 percbe is beletelt, mire a lökés hullám és a hang elérte a tudósokat és a jelenlévőket, akik szemrevételezték a, a, a robbantást, a tesztet. Nagyjából öt percük volt gondolkodni ezeknek az embereknek, hogy mi, mi fog eljutni hozzájuk abból, amit láttak. Egy borzasztó nagy villanást, és a gomba felhőt, és a közeledő porhullámot lényegében. Érdekes egyébként, most 2022 van, az utókornak mondom, még nem láttuk a Oppenheimer című filmet, melyet a Christopher Nolan rendezett, de bízok benne, hogyha feldolgozzák az atombombát benne, akkor így fogják feldolgozni, hogy a villanás után lesz egy elég sokáig tartó csendes jelenet. Egyébként, ha akartok látni egy jó jelenetet a Trinity Testről, vagy egy jó feldolgozást, akkor explicite igazából a Twin Peaks-nek az idézes harm harmadik évadát javaslom, annak is a nyolcadik epizódjának az első másfél percét az valahogy úgy sikerült, hogy gyakorlatilag a Trinity tesztel kezdődik, és valahogy az egész módszer, ahogy, ahogy, megalkották Youtube-on is elérhető, és Onosban elhelyezzük, az, az nagyon, nagyon jól összefoglalja, hogy mit reprezentált ez a Trinity teszt. Nekem, ne, nekem nagyon sokat mond az élet. Mm. És hát ugye nem maradt más hátra, mint hogy bevessék a kedves amerikaiak civilek lakta területen, mert miért is ne. És hát már akkor sem nagyon értette sok ember, hogy miért is kéne ezt ledobni civilek rakta területre. Tehát látjuk, hogy mire képes. Ezt az űrből is nagyon jól lehet látni. Mi a bubánatos franciért kell tömegmészárlást rendezni? Tehát, hogy addig ilyet, hogy így egy gomnyomásra, egy robbanástól emberek tízezrei halnak meg, ilyen technológia nem létezett addig. És hát született is egy dilemma, az éles használattal kapcsolatban, egyébként egy Reddit poszt ezt nagyjából úgy ki is forralta, Hát felmerült a kérdés, hogy nem-e lenne humánusabb inkább egy lakatlan szigetre dobni mondjuk japán partjaihoz közel. Tehát hogy azt észlelik, látják, meg megmondja, megmutatja gyakorlatilag az Egyesült Államok, hogy mire képes, de erre meg jött a válasz, hogy hát Hiroshima és Nagasaki már így is kompromisszumos megoldás volt, mert kislakosságú települések voltak, tehát lehetett volna Trokióra is dobni, és akkor százezrével halnak meg emberek de persze így is tolerálhatatlan, de hát az ilyen, ilyen háború zsonglőrök gyakorlatilag azt mondták, hogy ne, hát ez még mindig jó, mert ezek gyakorlatilag faluk. Mondjuk, ezért kíváncsi vagyok, hogy ha jól emlékszem, akkor nagyjából 400 ezer ember halt meg így a két városban, hogy ezt, ezt a számot vajon hogy hozták ki, hogy akik ott egy egyből meghaltak, vagy belekalkulálták azt is, aki mondjuk 30 évvel később halt meg, mert mondjuk pont a városnak a szélén volt, és egy kisebb mennyiségű sugárzást kapott. Tovább mélyítette a dilemmát, hogy az atombomba ekkor még mindig egy nagy teljesítményű bombaként volt számon tartva, tehát ha ledobták volna egy lakatlan szigetre, az számukra azzal felelt meg, hogy százezer tonna TNT-t robbantanak fel egy szigeten. Tehát nem látta volna el a funkcióját, mindössze azt üzente volna az ellenségnek, hogy nézd, van egy csomó robbanóanyagunk. Ez, ez is egy kicsit afelé a felé mozdította a mérleget, hogy hát nem, nem, ezt le kéne dobni a civilek területen. Többen így is humánusabb megoldásnak tartották egyébként, hiszen ha a háború folytatódik, tehát nem dobják le egyáltalán az atombombát, akkor szükség lesz egy partra szállásra Japánban, illetve egy meddig elhúzódó véres gerilla háborúba, háborúra a japán anyaföldön, amit hát senki nem tudhatja, hogy mivel jár, hogyha a japán embernek az anyaföldjére lépsz és hát végül az lett a konklúzió, hogy ez lényegében egy úgynevezett terrorbombing, ami ugye nem csak a katonai infra infrastruktúrát célozza meg, hanem a civil lakosságot megtámadva ezzel a civilek moráját és a haderőt ellátó gazdasági állapotokat. Ugye a náci Németország többször bombázta Londont, nem csak azért, hogy a gyárakat megsemmisítse, hanem a lakosságot megtörje. A terrorbombingnak az a célja, hogy előnyösebbnek tűnjön a lakosság szemszögéből a megadás, mint sem a három Burú folytatása. Mielőtt ledobták volna a két bombát, már látható volt egyébként, hogy a háború hamarosan a végéhez ér, hiszen a szovjetek is hadat üzentek Japánnak, majd átsoportosították a majdnem egymillió katonát számláló haderejüket Mancsúriába, ez Kelet-Kínában van, ugye Japánnak a korábbi gyarmatai. Az USA számára ez is indokolta mielőbbi elsőprő győzelmet, hogy Japán ne kerüljön orosz kézre. Ilyenkor már kezdtek kiforrani ezek az ilyen prehidegháborús dilemmák és konfliktusok. És hát, mint ismerjük, bekövetkezett a brutális pusztítás. Először Hiroshima, másodszor Nagasaki. Ez a két egyedüli eset, amikor civilek ellen használtak nukleáris fegyvereket és ha még csak arról lenne szó, hogy rengetegen meghaltak a robbanásnál, de, és, és még csak arról is lehetne szó, hogy, hogy ugye, vagy rengetegen ugye az egészségügyi problémáikba haltak bele, amik akár 10 30 év alatt folyhattak le, de a túlélőket posztraumás stressz szindróma gyötörte, nem beszélve arról, hogy a hajadon lányokat szinte leprásként kezelték a szomszédos településeken, mert attól féltek, hogy örökletes betegségeket hoz a családba azzal, hogy euh, Hiroshima és Nagasaki közelében volt az atomtámadáskor. Ez az atombomba egyébként teljesen átrendezte a japán néplelket, tehát hogy ez teljesen újra kovácsolta. Biztos hallottátok már azt az idézetet a Oppenheimertől, ami egy dokumentumfilmben, egy 1965-ös dokumentumfilmben jelenik meg, ennek a címe The Decision to Drop the Bomb, és így gyakorlatilag felidézi a Bhagavad gita egy adott sorát, ami számára felidézte, illetve számára sokat mond a, annak az embernek a számára, aki ugye feltalálta az atombombát, vagy hát közreműködött a feltalálásában, és a megalkotásában. Ö, idézek ebből a videóból. Tudtuk, hogy a világ nem lesz ugyanolyan többé. Néhányan nevettek, néhányan sírtak. A legtöbben csöndben maradtak eszembe jutott egy sora hindú Bhagavad gita -ból. Vistu meg akarja győzni a herceget, hogy tegye a kötelességét, és hogy lenyűgözze többkorú formájában azt mondja neki, most én lettem a halál, a világok pusztítója. Azt hiszem, valamilyen formában mindezt gondoltuk ezt ugye több ízben felhasználták, például egy Linkin Park zenébe is beépítették, de hát nagyon sokan hivatkozzák meg, mint a, azt az ős dilemmát, amit maga Oppenheimer is érezhetett, hogy, hogy ezzel nincs megelégedve, hogy, ez, hogy, 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 nem, nem tudott más csinálni, mint, mint végigvinni ezt a projektet, de hogy egy, egy, egy tömegfegyverhez, egy tömegpusztító fegyverhez adta a nevét, amit teljesen átkovácsolta a komplet világtörténelmnek az alakulását. És hát csak gondoljunk bele abba, hogy manapság ugye mindig dobálgatják a számokat, hogy a, a különböző országoknak hány atombombája van, és hát végül is összetetjük a két kezünket, hogy, hogy, hogy valami mégiscsak visszatartja akár a, a, a diktatúrákat, meg akármit, hogy, hogy bevessék ezeket az atomokat, mert, mert ráadásul ugye az a szörnyű az egészben, hogy vannak ugye az ilyen tipikus terrorista atombombák, amik úgymond egy kicsit jobban úgy össze vannak csak dobva, és hát nyilván nem feltétlenül rendelkeznek akkora erővel, mint a legnagyobb atombombák, amik úgy mondjuk Oroszországnak vagy Amerikának lehetnek, de hogy gyakorlatilag bármilyen terrorszervezetet euh, szervezet eljuthatna odáig, hogy na, akkor most itt vessünk be egy kis atomot annak érdekében, hogy, hogy komolyan vegyenek minket, és hogy tényleg az a, az a több száz atombomba, amiről tudhatunk, hogy az vajon mennyire csak töredéke lehet a, a valós mennyiségnek, ami, ami világszerte megtalálható manapság? Hát igen, jelenleg kilenc országnak van nukleáris fegyvere. Az egész arzenál nagyjából 13 ezer fegyvert foglal magába, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy csak ez a kilenc ország tudja ledobni az atomot, bármelyik ország, hogyha szerezni akarna egyet, akkor gyakorlatilag talán egy év leforgása, de tudna szerezni Igen. egyet, tehát ez nem jelenti azt, hogy kilenc ország jelent fenyegetést, nukleáris fenyegetést a világra. Érdemes elgondolkodni, hogy, hogy hogy mi hozta el lényegében ezt az, ezt az atombomba dolgot. Én arra jutottam, hogy az atombomba az egy válasz volt, amit a németes hadigépezetre adott az Egyesült Államok. Mert hogy ugye... 39 és 45 között elég keményen demonstrálta az Adolf Hitler, hogy hát ez lenne az új paradigma a hadászatban. A blitz, a villámháború, hogy ezzel az ilyen németes hadirendel, precizitással, céltudattal, kiváló eszközökkel, eltökértséggel, jó stratégiai képességekkel, sok tanulással, hogy ezzel gyakorlatilag a világot a lábad elé hajtod. És, és, be is jött neki, tehát, hogy ugye ismerjük a, a Blitzkriegnek a sztoriát, hogy, hogy, hány országot elfoglalt gyakorlatilag ilyen egy-két hónap lefogla, leforgása alatt. Nagyon-nagyon meglepő volt, és hát úgy tűnt, hogy, hogy, hogy ez addig példanélküli volt. Tehát például az első világháborús stratégiákra, a, a, az állóháborúkra ez, 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 szinte teljesen, teljesen meglepő volt. Tehát ugye a, nem szívesen idézem be a legsötétebb órát, mert nekem nem teszett, ahogy a Gary Oldman, akit egy kiváló színésznek tartok, eljátsza egy ilyen fat guy -be a, a, Winston Churchill-t, hmm. de hát ott gyakorlatilag abból ki is derül, hogy, hogy fel akar hívni egy, egy miniszterelnököt, hogy, hogy talán a belga miniszterelnököt, vagy a belga mit tudja kicsodát, hogy, hogy megkérdezze, hogy miben tud közreműködni nagy a védelmében. Ja, hogy tegnap elfoglalta Hitler, oké, akkor hagyjuk. Hmm. Tehát, hogy valami, valami ilyesmi, nem pont ez, de hogy, de hogy nagyjából ennyire meglepő volt a Blitzkrieg. Na és erre adott a választ az USA egy felfoghatatlan pusztító erőformájában. Tehát azt mondta, hogy nem, 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 nem ez lesz a, a az új paradigma a hadászatban, hanem ez a, az atombomba, az, amikor reprodukáljuk a nap kitörést a földbolygón. És hát igen, pillanatok alatt gyakorlatilag meg is hozza az eredményt, hatalmas mennyiségű pusztítás halottak meg minden formájában, ami nyilván elrettentő tud lenni, és hát végül is valahol el is érte a célját. Úgyhogy ez volt az az epizód, amiben a Démon Magról és emellett a Manhattan Projektről és az Atombombáról beszéltünk. Reméljük tetszett nektek csekkoljátok a sónócunkat, mert érdekes linkeket fogtok találni. Gyertek fel a szürkezón kibeszélő nevű Telegram csoportba, és olcsszátok meg a véleményeteket erről az epizódról velünk, és hallgassatok minket továbbra is. Mi voltunk a szürkezón podcast, -nél. én Rezső voltam, és köszönöm Dánielnek a részvételt. Sziasztok! Sziasztok.